Nick Kárpádnak hívnak, és most már közel 40 éve aktívan sportolok. A 40 év alatt a sportban az akaraterőt, a kitartást és a szeretetet megkaptam, ez mind párosult. Gyerekként kezdtem akkor a pályafutásomat, mint sportiskolás, utána pedig avval büszkélkedhetem, hogy több világbajnoki cím, több világcsúcs, Guinness világrekorder, Európa rekord és 11-szeres magyar bajnoki címet szereztem. Ezeket a címeket először az erőemelésben, ahol Európa rekordot értem el 83-ban Csehszlovákiában, ahol 245 kg-ot nyomtam fekve. Ez abban az időben nagyon nagy teljesítmény volt, abszolút magyar csúcs és Európa rekord. 17-szeres magyar bajnok lettem, később pedig megismerkedtem a skandell sportággal, ahol 1994-ben Svédországban, Södertájerben aranyérmet szereztem, 95-ben Brazíliában bronzérmet, és 99-ben Tokióban pedig szintén bronzérmet szereztem. A versenysportot fölváltottam a show világára, ahol egy picit belenézhettem a cirkusz artisták életébe, és ami nagyon nagy lehetőség volt számomra és kihívás, 1997-ben az amerikai Grinlin Barnum cirkuszhoz, mint erőművész szerződtettek, és 2 évig voltam ennek a cirkusznak a tagja, ahol nem kamiont, nem repülőgépeket húztam el, hanem kamion helyett elefántokat húztam kocsin. Ez a 2 éves amerikai szerződés további segítséget és hírnevet adott nekem. Azóta Magyarországon és külföldön, hogyha meghívásnak teszek eleget, akkor különböző show műsorokkal, színpadi műsorokkal és különböző érdekes attrakciókkal a közönséget szórakoztatom. A 2 Guinness világrekordon pedig olvasható az 1997-es és a 2004-es Guinness rekordok könyvébe. A legnagyobb eredményem, amit legnagyobb sikernek mondhatok, egy 309 tonnás komphajó, amit Szántóron húztam el, és a 2004-es rekordok könyvében látható. Visszatérve még skandell világára, ahol 9 világversenyen vettem részt, ebben volt Európa kupa, volt világkupa és világbajnokság, nagyon sok versenyen részt vettem, ahol Péternek a segítségét élvezhettem, támogatását, ez úgy tanácsokban, mint lelki, főleg lelki támogatásban, és Izraelben volt az első skander verseny Natanyán, majd közben Jeruzsálemben, ahol Európa bajnoki 3. voltam. ...1967-ben, most már 40 éve, akkor ismertem meg Pétert, Tasnádi Pétert, és ez a 40 év, ez elég hosszú idő már. A 67-ben a budapesti vasas atlétikai pályán ismerkedtünk meg, ahol én gerehajító voltam. Péterrel többször teniszeztünk, persze én még nagyon amatőr szinten. Lábteniszeztünk, és az első ismeretség oda kötődik. Péterrel nagyon sok időt töltöttünk együtt, amikor az utcai harcosok versenyét szervezte, hiszen ez a sport, ez már sportágan nőtte ki magát napjainkban, és abban az időben a 90-es évek derekán rengeteg város, illetve talán az összes magyar város érintette, ahol ilyen versenyt rendezte,
és az összes küzdő sportban jeleskedő versenyző itt megmutatta és meg is mutatta a tudását, erejét, és ennek a szövetségnek alapító tagja is vagyok, az Utcai Harcok Szövetségének. Van egy fiam, egy 20 éves fiam, Ádámnak hívják, aki sportoló, és ő is gerelyhajító, országos csúcstartó, országos bajnok, és remélem, hogy a sport szeretete az ő életét is meg fogja alapozni, és remélem, hogy becsületesen és szeretetben fog élni a családjával, ahogy én is eddig tettem.